Hóvihar tavasszal. Készült Rosamunde Pilcher legénye alapján. Magyar hangok. Gubás Gabi, Széles László, Előd Álmos, Hámori Ildikó, Csere Ágnes, Spilák Klára, Andai Györgyi, Végvári Tamás, Csé Németh Lajos, Fodor Zsolga. Magyar szöveg Meszéna Marian, hangmérnök Takács György. Rendezőasszisztens Gulya Szilvia, vágó Makai István, gyártásvezető Derzsi Kovács Éva, szinkronrendező Lengyel László. A szinkront a Masterfilm Kft. Készítette. A forgatókönyvet írta Barbara Engelke, zenéjét szerezte Richard Blackford. Fényképezte Michael Faust. Rendezte Rolf von Sydow. Én is elfelejtetném a hétvégét. Négyes szoba, mint mindig. Köszönöm. Na. Kérlek, megint nem eszel semmit. Mostanában valahogy nincs étvágyam. Két? Leszedheti az asztalt. Jody evett már? Épp most lapátolta be a harmadik tányér spagettit. Legalább van valaki a családban, akiért nem kell aggódnom. Caroline, szeretnék megbeszélni veled valamit. Jó, és mit? Tudod jól, hogy Sean Franciaországban van, hogy kiépítsen egy fióküzletet. Persze, hogy tudom, hogy a férjed ott van. És? Szóval az a helyzet, hogy nem csak kiépítenie kell a fióküzletet, hanem vezetnie is. Tehát megyünk Franciaországba. Szavad sincs ellene? Nincs. Caroline! Végül is már 3 éve itt vagyok Londonban. Legfőbb ideje, hogy egy új országot felfedezzek. Kérsz egy teát? Nem, köszönöm. Ha akarod, Franciaországban járhat színiiskolába is. Ezt az egész dolgot már rég lezártam. Végleg. De mi lesz Jodyval? Járhat majd ott angol iskolába? Nem. Jodynak sajnos itt kell maradnia. Egyedül? Természetesen nem. Megkereste néhány kitűnő internátust, mindenhol szívesen felvennék. És a szüneteket persze velünk tölti. Uh-huh. És ő mit szólt hozzá? Még nem tudja. Caroline, abban bíztam, hogy te majd beszélsz vele. Uh-huh. Te állsz hozzá a legközelebb. Uh-huh. Oké. Okay. És mikor indulnak? 2 hét múlva. Mi?
Olyan lökött vagy, mint én. Lökött? Honvágya van Görögország után. Ettől csak rosszabb lesz. Olyan, mintha ott lennék. Látom a házunkat. Érzem a tenger szagát. Mi lehet Angusszal? Angus? A mi kedves bátyánk. Átsétál a világtörténelmen, mint mindig. Valószínűleg már a Himaláját is megmászta. Jó volna, ha megint együtt lehetnénk. Igen, Jody. Jó volna. Meg kell beszélnünk valamit. Wow! Valami komoly dolog lehet. Angus! Itt vagy? Utálom az internátust. Megértem, Jody. De attól tartok, hogy Diana kivételesen bekeményített. És eldöntheti, hogy mi legyen velem, hiszen csak a mostoha anyánk. Viszont a papa halála után ő lett a gyámunk. De most már te is nagykorú vagy. Te aztán mindent tudsz. Elméletileg gondoskodhatnék rólad. Gyakorlatilag azonban annyi bajom van saját magammal, hogy nem hinném, hogy jól járnál velem. Figyelj ide! Anglia és Franciaország azért nincs olyan messze egymástól. Minden szünetben velünk leszel. Néha majd meg is látogatlak hétvégén. És az internátusban megismerkedhet sok hasonló korú sráccal. Ez biztos jó lesz, Jody. Vagy megkérem Angust, hogy jöjjön Londonba, béreljen egy lakást és vigyázzon rám. Angus. Diana szerint nem futhat el egy életen át a felelősség elől. Jaj, Jody, azt sem tudjuk, hogy Angus hol él most. De én tudom. Skóciában van, Strathcoreyban, a Beachfield Hotelben. Honnan tudod? Tessék. Itt áll rajta. Mikor kaptad ezt a levelet? Egy hete. És miért csak most mutatod meg? Mert féltem, hogy elmondod Dianának. Jaj, Jody. Mégis hogy képzeled? Felhívjuk ezt a hotelt, és telefonon rábeszéljük Angust, hogy azonnal költözön Londonba. Nem, természetesen odautazunk. Ő maga írja, hogy nagyon hiányzunk neki, itt van. Nagyon szeretnélek látni titeket, de félek, hogy Diana elkap, és összead egy halálosan unalmas felső 10 000 beli szépséggel. Segítened kell, Caroline. Utálom az internátust. Jól van. És hogyan jutunk el Skóciába? Már mindent alaposan kiterveltem, tehát... Ó, mit látok? A fekete csipke azért megfelelőbb lenne. A mennyasszony ruha alá hogy képzeled? Fel kell maradni, ne mozdulj! Vigyázom! Mosolyog! Hogy te milyen érzéketlen vagy? Csak megjátszod, vagy valóban nem érdekel, hogy a vőlegényed meghalt? Sosem akartam hozzámenni Charleshoz. Az apám akarata volt.
Őrülten vágyott rá, hogy Carney Hall is az övé legyen. Carney Hall? Charles birtoka. Közvetlenül a miénk mellett. Igen? Igen. Már gyerekkorunkban is együtt játszottunk. Éter! Lassan valóban kezdek hozzád szokni. Igen. És mikor jössz megint? Csak nem akarsz velem már nyilvánosan is találkozni. Puszta kíváncsiság. Alig várom már a jövő szombatot. 8 óra tájt megfelel, hölgyem? Igen. De csak smokingban. Tényleg nem tudom, hogy magyarázzam meg a mostoha anyátoknak. Vállalom a felelősséget. Még gyerek vagyok, velem nem tud mit kezdeni. Tessék, Jody. Estig adjon nekünk időt, akkor majd megmondhatja neki, hogy úton vagyunk Skóciába, hogy megkeressük Angus. De azt nem mondja meg, hogy Skóciában hova, mert még képes is utánunk jön. Remélem, hogy megtalálod a bátyádat. Én is remélem. Még egyszer köszönöm. Legkésőbb pénteken itt vagyunk. Sok szerencsét! Kedves, hogy eljöttél nekem. Oliver, nem is tudom, hogy mit mondjak. Az öcsédet fiamként szerettem. Őszinte részvétem. A te veszteséged legalább akkora, mint az enyém, ha bármit tehetek érted. Jaj, Oliver. Szívesen beszélgetnék róla. Ez nagy segítség lenne nekem. Bármikor. Köszönöm. Ha így folytatjuk, estére ott leszünk. Két kocsijának meg annyi. Két tök jó fej. Remélem Diana nem rúgja ki dühében. Diana jobban rá van szorulva kétre, mint fordítva. Ezt kitől hallottad? Sontól. Aha. Magad. Egy kicsit kimerültem. Hát igen. De azért elmegy. Egy ilyen temetés megviseli az embert. Főleg egy forró éjszaka után. Mire akarsz kiukadni? Meglódék, láttál tegnap a kocsidat a Beachfield Hotel előtt. Muszáj volt kitalálnom valami buta magyarázatot. De azért különösnek tartották, hogy az elhunyt jegyese a temetés előtti éjszakát egy hotelban tölti. Felnőtt vagyok, apa. Ó, hát hogy? És ezért abban is biztos vagyok, hogy képes leszel néhány kellemetlen ténnyel megbirkózni, amit eddig eltitkoltam előtted, hogy ne terheljelek vele. De hogy most állnak a dolgok, kedvesem? Előbb hadd vegyem le ezt a kényelmetlen ruhát. Egy perc és jövök. Thank you.
Várjon, Mrs. Cooper, segítek. Köszönöm. Hát ti. Charles-t várják. Igen. Mrs. Cooper, remélem tudja, hogy Carneyhallt csak azzal a feltétellel adom el, ha magát is alkalmazzák. Igen, tudom, Mr. Carney. Köszönöm. Nem akartok bejönni? Na, gyerünk, rajta, gyertek be! Gyertek! Gyertek már be! Na? Mi nyomja a szívedet, apa? Tudsz róla, hogy pontos másolata vagy az anyádnak? Ó, köszönöm. Elaine csodálatos asszony. Az. És pont olyan érzéketlen, mint te. A férfiak ezt szeretik. Még te is. Amióta Elaine elhagyott, képtelen voltál találni helyette valakit. Hogy rövidre fogjam, Liz. Egy fillérünk sincs. Mi? Tudod, hogy a vállalkozásomat a semmiből építettem fel. Éveken át keményen dolgoztam, és szerencsém is volt. De az utóbbi évek enyhén szólva katasztrofálisak voltak. És most csődbe jutottam. De miért pont ma mondod el nekem? Mert nagyon bíztam benne, hogy hozzámész Charleshoz. És akkor Carneyhall fele, amilyen lett volna. És mi olyan érdekes Carneyhallban? Hogy amit számít már? Mondd csak. Ugye sosem szeretted Charles-t? Nem. Szeretetre méltó és nagyvonalú ember volt, aki imádott engem. Súlyos hiba. Hogy őszinte legyek, sosem állt szándékomban hozzámenni. Kizárólag miattad tettem volna meg. Igen. De Charles meghalt. És Carneyhall Oliveré lett. Mintha a föld nyelte volna el őket. Már mindenütt érdeklődtem, de senki sem tudja, hol vannak. Figyelj, úgy volt, hogy Caroline a lebédelek, de nem jelent meg. És Jody... Jody sem ment iskolába. Azt hiszem, hívom a rendőrséget. Még az is elképzelhető, hogy elrabolták őket. Skóciába utaztak. Bocsáss meg egy pillanatra. Mit csináltak? Kölcsönkérték a kocsimat, és elindultak, hogy megkeressék Angust. Mondja, elment az esze, hogy adhatta oda nekik a kocsiját? Azonnal ki kéne rúlom magát. Bocsáss meg, Elaine, de a házvezetőnőm épp most mondja, hogy tudja, hol vannak a gyerekek. Majd visszahívlak. Megígérték, hogy legkésőbb pénteken itthon lesznek. Már csak azért is, mert maga a következő héten át akar költözni Franciaországba. Ó, igen. Tehát Caroline erre még emlékszik. Többet én sem tudok. Valóban nem kellett volna kölcsön adnom a kocsimat, de Jody levelet kapott a bátyjától, Angustól, és olyan kedvesen könyörgött. Micsoda agyalágyult ötlet! Thank you.
Nem mondta, hogy mikor jön vissza? Nem, és nem hinném, hogy érdemes lenne várnia. Átadná neki, kérem, hogy holnap az apámmal szeretettel várjuk vacsorára? Mm. Persze, csak akkor, ha kedve van. Igen. Köszönöm, Mrs. Cooper. Nincs mit. Méregkeverő. Kilométerre innen el kell kanyarodnunk balra, és már is ott vagyunk. Komolyan? Semmi bajod? Semmi. Francba. Két infarktust kap. Jó, Istenem. Most már sokkal jobban vagyok. Csináltam egy pástétomat, csak fel kell melegítenie. Miért elmegy? Igen, minden este hazamegyek a családomhoz. Mr. Carney-nak megfelelt, de ha akarja... Mrs. Cooper, bocsásson meg, nem úgy gondoltam. Azt sem tudtam, hogy van családja. Hiszen évek óta nem járt itt. Ez igaz. Ó, majd elfelejtettem. Míg távol volt, itt járt Liz Fraser. Igen, és? Meghívta, hogy holnap vacsorázom vele és az apjával. Milyen kedves. Jó éjszakát. Jó éjszakát, Mrs. Cooper. És köszönöm. Ilyen hideg van. Skóciában néha májusban is havazik. Nem tölthetjük itt az éjszakát a kocsiban. De hová menjünk? Amióta itt állunk, egy kocsi sem ment el mellettünk. Elindulok és hívok segítséget. Te itt maradsz. Vigyázz magadra! Jó. Várj, Caroline! Veled megyek! Thank you.
Maradjatok. Ki az? Balesetünk volt! Balesetünk volt! Oh. Csukd be! Nem sérült meg! Én sem tudom, mi baja! Balra föl! Fel a lépcsőn! Nyisd ki az ajtót! Felkapcsolnád a villanyt? Maradj itt szépen, jó? Így. Vedd le a vizes cuccokat és bújj bele ebbe. A nevem egyébként Jody Kilburn. Ő a testvérem, Caroline. Oliver Carney. Nagyon örülök, hogy megismertelek titeket. Te meg azonnal menj a kádba. Gyere! Jobban vagy? Igen. Igen. Tessék a forró tej. Ó, köszönöm. Átmelegedtél? Nagyon, már gőzölgök. Megnézem a nővéredet. Aztán talán elárulod, hogy két ilyen gyerek mit keres az éjszaka közepén az országúton. Oké? De a nővérem... Bújj már ki a cuccaidból, mert még tüdőgyulladást kapsz. Gyerünk! Hé, ébresztő! Felülni, gyerünk! Na, előbb a mellényt, ki a kezet. Ez az, jól van. Na most az inget. Elnézést. Vetközzön le, aztán majd visszajövök. Miért nem szóltál, hogy a nővéred már nem gyerek? Én meg akartam mondani, de addigra már kiment. Nem tudod, mi baja? Egész nap nem evett semmit. Ma reggel indultunk Londonból, és ő egyfolytában vezetett. És te ettél valamit? Igen, pár falatot. És belit férne még pár falat, mi? Mm-hmm. Na gyere, fel a nadrággal! Gyorsabban gazdag. Megvan? Igen. Ez az. Fogd meg óvatosan. Csak gondolod, okay. Hogy van esélye, hogy olajra bukkan? Kicsi, de van. Na ugye. Te magad is nagyon jól tudod, hogy egy olajfolt a talajban még nem jelent nagyobb olajlelőhelyet. Meg vagyok győződve róla, hogy a csillagok mellettem állnak. És hogy akarsz hozzájutni a földhöz? Hadd legyen ez az én gond. Nézd, ki jön ott. Azt hiszem, jobb lesz, ha eltűnsz. Nem feltétlenül kell a leletünket nagy dobra venni. Hé! Hey, mit
keresel itt? A legjobbkor jöttél. Épp rád gondoltam. Igen? Mondd csak, ez nem Ernest Taylor volt? Az olajkutatónak dolgozik. Te honnan ismered? Hobbim az 50 alatti férfiak. Ernest és Charles gyakran utaztak együtt. Komolyan kérdezem, mit csinálsz itt? Abszolút lényegtelen. Gyere velem. Gyere. Gordon. Ez valóban csúnyán fest. Azt hiszem, be kell vontatnunk a műhelybe. Szerinted? Igen. Két infarktust kap. Mit gondolsz, mennyi idő alatt javítják meg? Fogalmam sincs, de hétvége előtt biztosan nem lesz kész. Akkor a mostoha anyámnak, Diana-nak szintén vége. Délben van egy kis dolgom, de még beugrom Stratkoriba és beszólok a műhelybe. Elviszel? Nincs más is sisakom. Ne légy morcos! Cserében benézek a hotelbe. Beachfield? Igen, és érdeklődöm a bátyád után. Oké. Oké, most felébreztem Caroline-t, hogy végre egyen valamit. Csak baj van ezzel a családdal. Szia! Tudod, néha úgy érzem, hogy a hercegnői külsőd mögött egy rendkívüli nő rejtőzik. És azt hiszed, tudnál vele valamit kezdeni? Talán egy hozzám illő feleséghez is hozzájuthatnék. Hogyan? Hé. Szeretlek, Liz. És azt hiszem, nagyon boldogok lehetnénk. Neked elment az eszed. Hé! Csak nem gondolod komolyan, hogy hozzámennék egy ilyen csavargóhoz? Sőt, biztos vagyok benne. A kérdés csak az, hogy én akarlak-e? A te helyedben én alaposan meggondolnám. Megyek Glasgowba, az anyámmal találkozom. Ha bocsánatot szeretnél kérni, ma este felhívhatsz. Gordon, gyerünk! Cooper vagyok. Maga pedig biztos Mrs. Kilburn. Jody és Mr. Carney már elment. Megnézik, hogy mi a helyzet az autóval. Nagyon sok gondot okoztunk, ugye? Á, ugyan. Végre megint van élet a házban. Mondja, Mr. Carney teljesen egyedül él itt? Nem, valójában nem itt lakik, hanem Londonban. Á, ezek szerint Carney Hall a vidéki birtoka. Pontosabban szólva, Carney Hall csak pár napja az övé, amióta a bátyja múlt héten meghalt autóbalesetben. Istenem, ez borzalmas. Tegnap volt a temetése. Akkor lehetetlen, hogy itt maradjunk. Kérem, Miss Kilburn, Mr. Carney nagyon meg fog haragudni rám, ha hagyom magukat elmenni. Nem is lett volna szabad ezt elmesélnem. Azon kívül egyáltalán nem zavarnak. Azt hiszem, Mr. Carney boldog lesz, ha itt maradnak. És én is az vagyok. Nagyon kedves. De azért most mégis elindulok Stratcorybe. Kérem, mondja meg Jodynak, hogy a Beachfield Hotelbe mentem. Ő már tudja, miről van szó. Jó. Köszönöm.
Mondd csak! Ki volt az a fiatal ember, akivel odafent hetyegtél? Talán kémkedsz utánon. Hát persze. Azon kívül tudni szeretném, hogy ki mászkál a birtokomon. Nem a te birtokodon volt, hanem Kárni oldalán. Stratkoriban ismerkedtünk meg. Az olajfúron dolgozik. Ennyi elég lesz. És? Mi keresni valója van fényes nappal odafönt? Azzal a geológussal, Ernest Taylorral vizsgálták a talajt. És elárulta neked, hogy mit keresnek? Nem. Ha annyira kíváncsi vagy, kérdezd meg te magad. Jó napot! Jó napot! Angus Kilburn keresen, nem ismeri? Angus? Hát persze, hogy ismerem Angust, de csak hétvégekkel lakik itt. Hétközben az olajfúró állomáson dolgozik. Ah, Sajnálom. Köszönöm. Aha! Úristen! Segíts! Na végre! Mama! Bocsánat a késésért. Sajnálom. Szia! Mióta vásárolsz te vidéken? Amióta a lányomat meg kell óvnom attól, hogy másodszor is katasztrofális hibát kövessen el. Oliver Kárni? Aha. Ó, mama! Az Istenért, Liz, bármennyire is fáj a szívem szegény Charles miatt, bizonyos értelemben mégis örülök, hogy megúsztad ezt a rémséget, amit nekem majd 20 éven át kellett elszenvednem. És most felhívsz, és közlöd velem, hogy Charles öcsével akar Skóciában besavagyodni. Tudod, nem is értem, mi bajod. Oliver Londonban dolgozik, és van egy álomszép háza Kensingtonban. Ez nem jelent semmit. Az apád azt sem tudta, mi az a birka, amikor rájött, hogy skót szív dobog a keblében, és azonnal vidékre költözött. Hmm? És most csődbe jutott. Megérdemelte. Jól áll a kalap. Hát én nem örülök neki. Akkor önállósítsd magad. Köszönöm. De ha képtelen vagy rá, akkor valóban nincs más lehetőséged. Köszönöm. Legalább jól néz ki ez az Oliver. Remekül. És? Van valami újság Londonban? Egy csodálatos botrány. Mesélj. Ugye ismered a barátnőmet, Diana-t, aki azt a 3 borzalmas gyereket hozta magával Görögországból, a nem kevésbé borzalmas építésztől. Aki meghalt? Aha. Sean-t tudod, aki 3 éve elvette Diana-t. Szóval kiküldték Franciaországba dolgozni, és ezért feladja a Kensingtoni házat. Szerintem ez őrültség. Térj a tárgyra, mama. Igen, szóval Caroline, a mostoha lánya is ment volna vele. És Jody, a kisfiú pedig internátusba. Jó, és? De tegnap óta mindketten nyomtalanul eltűntek. Jaj, mama, nem fognád egy kicsit rövidebbre? Caroline egy színésszel járt, aki nemrégiben elment Hollywoodba. A kicsike teljesen összeomlott, és... de nem csak ezzel van. Úgy hallottam, hogy a fiatalember más nyomot is hagyott hátra a szerelmi bánaton kívül. Azt mondják, hogy Caroline terhes. Biztos vagyok benne, hogy ez az oka a hirtelen eltűnésének. És ezt nevezette botránynak? Hiszen ez manapság már megszokott. Tudod mit? Ha hozzámegyek Oliverhez, feltételül fogom szabni, hogy Kárni Holt eladja. Jó ötlet!
Köszönöm. Remélem, nem értesz félre, Duncan. Tudom, hogy mennyire ragaszkodsz Rosie Hillhez, de én más vagyok. Az életem, a munkám Londonhoz köt. Nem vagyok skót földbirtokos. Charles az volt. Szívvel, lélekkel. Carney hol volt a mindene? Ezt te biztos jobban tudod, mint én. Ha jól értem, el akarod adni? Uh-huh. Nagyon hálás lennék, ha mielőtt még másokkal beszélnél. Elsőként nekem árulnád el, hogy mennyiért. Hú. Jobban megy, mint remélni mertem volna. Te mindig egy olyan apa figura voltál nekünk. Nagy kő esne le a szívemről, ha te vennéd meg Carneyholt. És biztos lehetsz benne, hogy előnyös árért adom. Köszönöm. Mondd csak. Gondolkoztál már azon, hogy megnősülj? Majd akkor, ha minden másból kiöregedek. Charles ebben is egészen más volt. Hm? Nagyon szerette Lizt, igaz? Igen, nagyon. Liz hogy viseli? Nagyon szomorú, persze, de még fiatal. Remélem, majd túl lesz rajta. Szép a lányod. A kis csitriből a mulatságos lófarokkal egy rendkívül vonzó nő lett. Tetszik neked? Nem hiszem, hogy van olyan férfi, akinek ne tetszene. Wow! Nézd csak ide! Ezt a piros gombot kell megnyomnod. Azt hiszem, ehhez én már öreg vagyok. Ugyan, nem mondom el senkinek. Jó. Nem. Egy olajfúró állomáson dolgozik, és csak a hétvégéket tölti a hotelben, tehát még egy kicsit légytürelemmel, jó? De mit csinálsz ott fent? Rajta, gyere le! Van egy jó ötletem. Jody, vegyél fel valamit! Jó! Carney Hall? Ó, oh, Miss Kilburn! Vegyek! Na, kapd el! Ez az! Na, áh! Oly, megvagy! Na! Hoppá! Ez borzalmas. Már is szólok Mr. Carneynak, hogy menjen magáért. Mr. Carney! Mr. Carney! Miss Kilburn elájult a Beachfield Hotelben. Megyek! Hé, hey, hogy vagy? Sokkal jobban. Mi a csuda van magával? Á, én sem tudom. Volt már orvosnál a rosszul létei miatt? Nem. És miért nem várt meg engem? Nem akartam még több gondot okozni. Annyira sajnálom, hogy meghalt a bátyja. És most még mi is itt vagyunk a nyakán. Minél előbb meg akartam találni Angus, hogy megszabaduljon tőlünk, érti? Addig, amíg nem hajlandó végre enni, és holmi hotelekben ájuldozik, egyáltalán nincs a terhemre. Ellenkezőleg. Igen, tessék!
Sajnálom. Egyszerűen nincs étvágyom. Mindig a fehér a legnehezebb. Hát igen. Egy perc is jövök. Kezdj bele Franciaországba. Inkább nem. Én. Lássunk neki. Na. Felülni. Ha kényszerít, hogy megegyem, akkor rosszul leszek. Akkor a térdemre fektetem. Mikor, előtte vagy utána? Mondjuk is. Szájat kinyitni. Kinyitni. Még egyszer. Na mi van? Kinyitni. Nem. Semmi nem, tessék enni. A száját. Tessék kinyitni. Gyárt. Megy ez. És most mit csináljak? Mesélj el, hogy mi ez az egész. Jody már elmondott valamennyit, de tudni szeretném az egész történetet. Az elejétől? Igen, az elejétől. A mamám meghalt, amikor Jody pont egy éves lett. Az apám építész volt. Fogalma se volt róla, mihez kezdjen velünk. Köszönöm. Tehát elutaztunk Görögországba. És aztán elkezdett Afroszon házakat építeni. Jody az első szavakat még görögül mondta. És aztán mindketten görög iskolába jártak? Igen. De aztán a házépítés nem jött be annyira, mint azt az apám hitte. Sose volt pénzünk. Arra főleg nem, hogy Angliába járjunk iskolába. Én nem bántam. De Angusnak talán jobb lett volna, ha normálisan telik a fiatalsága. Miért? Mert nagyon szabadon nőttünk fel. Véletlenszerűen. Aztán az apám elvette Diana-t, aki nyaralni jött oda. Aztán, amikor apám meghalt, Diana és Angus csak veszekedtek. Angus végül elment Indiába. Hogyan halt meg az apjuk? Vízbe fulladt. Kitűnő búvár volt, de egy napon többé nem bukkant fel. Ez igazán nagyon szép. A virágot talán tegye egy kicsit közelebb. De azért középen. Nagyon szép, köszönöm. És mit csinált, amikor visszakerült Angliába? Egy színi iskolába jártam. Diana persze magánkívül volt. Attól félt, hogy olyan leszek, mint Angus. Vagy narkós. Aggódott, mint az anyák általában. És igaza lett? Nem. Csak... nem a megfelelő férfiba szerettem bele. Egy színészbe természetesen. Ennyi az egész. Nem túl vidám. És vége is lett a színészi karriernek. Igen. Amúgy se lett volna belőlem jó színésznő. Ahhoz túl félénk vagyok. Ahányszor olyasmit kellett játszanom, ahol ordítani és tombolni kellett volna, majd belehaltam.
De, igen. Most aludjon egy nagyot, és holnap reggel majd meglátjuk. Tényleg nem kell törődnie velünk. Van elég baja egyébként is. Majd csak elboldogulunk. Ahogy eddig is. Jó ét. Jó ét. Na, Jody, mi a helyzet? Igen? Én vagyok Liz. Nem bírod megkötni a cipőfűződet? Vagy miért hagyod megmelegedni a martinimet? Totál kimentél a fejemből. Ez azt jelenti, hogy nem jössz? De. Felfedeztem az északi sarkot. Vagyis, hogy őszinte legyek, szörnyen nehéz napom volt, és hullafáradt vagyok. Nagyon megharagudnál, ha nélkülem kéne vacsoráznotok? Egyáltalán nem. Ez csak természetes. Mindnyájan nehéz időket élünk át. Meg tudom érteni, hogy kimerültél. Angyal vagy. Majd holnap felhívlak, és megbeszélünk valamit, oké? Igen, rendben. Jó ét. Jó ét. Én is mindig ezt mondom, ha nincs kedvem az idegesítő nagynénikémhez. Először is. Liz nem nagynéni. Másodszor meg gyönyörű és nagyon szórakoztató. Akkor miért nem mentél el? Na? Mi van? Az úr fáradt. Szörnyen nehéz napja volt. Szegényke. Mondott valamit arról, hogy felszedett két gyereket. Vad történet, tönkrement autóról, meg mindenféle komplikációról. Na és? Ez még nem ok rá, hogy átverjen. Legalább lemondhatta volna. Attól tartok, hogy Oliver Carneyt kemény munka lesz. Oltár elé cipelni, kislányom. Elsősorban értet teszem, apa. Meg fogom szerezni. Jaj, de szép itt. Most láthatja, mit mulasztott volna el, ha nem eszi meg szépen a leveskéjét. Igaza van. Tényleg sokkal jobban vagyok. És ki ez az egész? Az enyém. Nem. Remélem, még itt van a kulcs. Jöjjön. Nem olyan egyszerű bejutni. Saját kísértettel. Hölgyem, ha parancsolna, befáradni. Igen? Ahogy látja, a berendezés tökéletesnek mondható. Elegáns bútorok. És arra van a konyha. Természetesen folyó, meleg és hideg vízzel. Ez lenne az. Nagyon szép. És a legszebb az egészben a kilátás. Ó! Oh. Igen, csodálatos. Pontosan ilyenre vagytam. Meg fogom gondolni. És nem utolsó sorban a kiépített tetőtér. Tessék. Miért nem tartja meg legalább ezt a házat és a tavat? Minek? Minek? Némi munkával és sok fantáziával gyorsan helyre lehetne állítani.
Tudom, mit beszélek. Afroszon számtalan ilyen házban éltünk. És mindig, amikor lakhatóvá tettük, tovább költöztünk. Gondolné rá, hogy visszamenjem? Jó. Rövid zállat. Görögországba? Nem. Legalábbis örökre nem. Én is így vagyok Kárni Hollal. Bár csodálatos gyerekkor töltöttem itt, de álmomban sem gondolnék rá, hogy megint itt éljek. Hát igen, de használhatná hétvégi háznak. Ó, ez nagyszerű ötlet. Minden hétvégén idejövök Londonból Skóciába, és leülök a tópartján egyes-egyedül egy üveg viszkivel a kezemben. Nem. Úgy értem, talán egyszer megnősül, és lesznek gyerekei. És ők átevezhetnek a tavon, mint Jody. És maga meg a felesége a ház előtt ülnek majd, és élvezik a naplementét. Azt hittem, én vettem át a gyám szerepét. Vigyázzat! Hol találom Ernest Taylort? Ernest Taylor? Igen. Duncan Fraser vagyok, beszélni szeretnék magával. Miről? Inkább négy szemközt mondanám el. Akkor csak olajról lehet szó. Ne olyan hangosan. A lányom megismerkedett egy fiatal emberrel, a neve Angus, vagy ilyesmi. Igen, Angus Kilburn. Megadom a cég telefonszámát. Angus biztosan szívesen elbeszélget magával. Én pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem segíthetek. Lenne, hogy ne adjam el Kárni volt. Na látod. Hát nektek nem tartott sokáig, hogy szövetkezzetek ellenem. Tudja, hogy ki írt nekem? Caroline. Angus. Az egész örökségét kéri Stratcoryba átutalni. Akkor tehát Jody és Caroline megtalálták. Ezek szerint tudta, hogy Stratcoryba mentek. Igen, de tilos volt elmondanom. Azt hiszem, személyesen kell oda mennem, hogy megtudjam, mi folyik ott. Szia. Engem vársz? De már mióta? Hello. Caroline, Jody, ő itt Liz Fraser. Charles bátyám menyasszonya volt. Hello. Ezek szerint ti vagytok a gyerekek, akiket Oliver felszedett.
Oliver, holnap este egy kis összejövetel lesz nálunk. Jó lenne, ha ezúttal eljönnél. Ó, Miss Kilburn, végre van egy kis színe. Ó, Mr. Carney, úgy egy fél órája telefonált a közjegyző, szeretne megbeszélni magával még néhány apró formalitást. Azt mondta, az lenne a legjobb, ha azonnal beugranak. Köszönöm, Mrs. Cooper. Melegíts be, mindjárt jövök vissza. Mrs. Cooper! Miss Kilburn ég a vágytól, hogy ehessen még a fenséges leveséből. Lehetséges volna? Hát persze. Boldogan megyek. 8-kor? Jó, 8-kor. Remek. Caroline? Találkoztam tegnap az anyámmal. Érdekes dolgot mesélt. Igen? Igen, de hogy milyen érdekeset, arra csak most jöttem rá. Az anyám neve Elaine, és az anyám legjobb barátnőjét Diana-nak hívják. Nem, ezek szerint maga Elaine lánya Liz. Így van. Ah. Caroline Kilburn vagy? Igen. Aki egyik napról a másikra eltűnt Londonból az öccsével. Igen, meg akarjuk találni Angust. Te... Tetszik neked, Oliver? Ó, de édes, teljesen belezúgtál, mi? Hé, nagyon elpirultál. Felejtsd el. Igen, Oliver nem bírja a kislányokat. Ő engem bír. Azt hittem, Charles mennyasszonya volt. Valóban, voltam. Akkor minden jót. Köszönöm. Caroline? Ha azonnal csomagoltok és eltűntök innen, akkor nem árulom el Olivernek a kis titkodat. Nem tudom, miről beszél. De, pontosan tudod. Oliver biztos nem sejti, hogy terhes vagy. Angus Kilburn? Nem, a Mikulás. Hogy van, Liz? Miért vett alamintákat Carney Hallon? Ha nem tudná, valószínűleg nem csinált volna ekkora felhajtást, hogy beszéljen velem. Már régóta gyanítom, hogy Carney Hallon egy nagyobb olajlelőhely van. Kettőnkön kívül senki sem tud róla. És mivel feltételezem, hogy maga nincs abban a helyzetben, hogy Carney Hallt megvegye, érdekel, hogy mit akar kezdeni ezzel az információval. Bocsásson meg, ez itt tilos. Hát igen, talán jó áron eladom. Oké. Mennyi? Nem pénzért. A király kisasszony kezéért. El akarja venni Liszt? Nem tök mindegy magának, hogy kinek adja el a lányát. Ennek a Carneynak, hogy olcsón hozzájusson a földhöz, vagy nekem, hogy tartsam a számon. Ne. Fiatalember, attól tartok, túlbecsüli a befolyásomat Lizre. Még ha akarnám, sem tudnám rábeszélni arra, hogy hozzámenjen egy egyszerű munkáshoz. Tovább tartott, mint gondoltam. Csak nem mentek el a kölykök. De. Mi? Igen. Rögtön azután, hogy maga elment, elhozták a műhelyből a kocsit, és elindultak Londonba. Miért? Nem mondták, hogy miért? Nem.
Még egyszer megköszöntek mindent, amit értük tett. Viszlát, Mr. Carney. Viszlát, Mrs. Cooper. Hogy jöttél be ide? Már nem emlékszel a titkos utunkra? A pincén át a hátsó lépcsőn. Isten, ilyen nézel ki. Köszönöm. Beszállhatok? Vagy épp Jodyra vársz? Sokáig várhatnék. A vendégeim csak úgy ripsz-ropsz elmentek. Anélkül, hogy búcsút vettek volna? Anélkül, hogy búcsút vettek volna. Ez azért nem túl kedves. Talán jobb így. Az egész amúgy is kissé furcsa volt. Azt hiszem, Caroline valamit elhallgatott előled. Ne érts félre, nagyon bájosnak találtam. Tényleg? De... közelebb kerültél hozzám. És azt hiszem, tudnod kell, mi van a háttérben. Na, mondjad. Caroline Kilburn az anyám legjobb barátnőjének a mostoha lánya. Nem is olyan régen viszonya volt egy színésszel. Elmesélte. Aki elhagyta. Igen, ezt is tudom. De hátrahagyott egy kis szuvenírt. Igen. Caroline állapotos. Ó, hát ezért voltak az állandó rosszulétek. Gyűlölöm hátvernek. Jó, bocsáss meg. Semmi baj. Megértem, hogy nagyot csalódtál benne. Cheers. Cheers. A jobb időkre. Emlékszel még, amikor gyerekkorunkban azt a szörnyen édes narancslikört elloptuk a pincéből? Gyönyörű nő lett belőled, Liz. Most... szeretnék veled ágyba bújni. Tudod, amióta viszont láttalak, furcsa dolgok történnek velem. Felébredek az éjszaka közepén, arra, hogy rólad álmod. Szép szemed van. Ki mondta ezt? Miss Parker házvezetőnője. Iléni? Igen. De honnan veszi ezt? Tegnap bevásárlás közben találkoztunk, ő szólított meg engem. Persze én megmondtam neki, hogy ez nem igaz. Caroline egész biztos elmondta volna nekem, hogy kínos helyzetbe került. De tényleg nem nézett ki jól az utóbbi időben. És állandóan rosszul volt. Terhes. Szegény gyerek. Nagyon ki lehet borulva. Egy okkal több, hogy elmenjek Skóciába. Thank you.
Jó estét! Kérdezlem. Jó estét! Örülök, hogy eljött. Tessék. Jó, hogy látom. Jó estét. Tessék, csak tessék. Örvendek. Jó estét. Jó estét. Jó estét. Jó estét. Szervusz. Jó estét. Szervusz, édesem. Tessék, tessék. Csak. Jó estét. És tudod, hogy mennyire örülök nektek. Gyere! Ó, a potyasüti! Hát nekem engem a tudaszol, amit te... Köszönöm, elmagadok! Tessék. Bocsásson meg, örülök, hogy eljött. Azt mondta, hogy kis összejövetel lesz. Na igen, de még az előtt, hogy összebújtunk. Barátaim! Tudjátok, nem szokásom beszédekkel untatni titeket, de ma este olyan boldog vagyok, hogy a boldogságomat szeretném megosztani veletek. A lányom Liz és Oliver Carney. Oliver! Oliver! Elhatározták! Gyere gyorsan, gyere, Caroline! Mi az, mi történt? Magas láza van! És hol van? A Beachfield Hotelben. Menjünk, bocsáss meg! Azt hittem, Londonba mentetek. Azt is akartuk, de aztán rábeszéltem Caroline-t, hogy még egy napig várjunk. Hát megható. Talán megtudhatnám, hogy mi ez a cirkusz? Annyira félek, hogy meghal. Nem fog meghalni. Drágám, még mindig nem fogtad fel, hogy miféle játékot űz. És te? Te miféle játékot űzöl? Tűnj el! Gyorsan! Menj csak hozzá! Igen, hagyd a nyakadba varni annak a színésznek a kölykét! Mit képzelsz egyáltalán? Mi ketten úgysem illünk össze! Csak azért tettem, mert az apám feltétlenül meg akarta szerezni Carney Holt. Sok szerencsét! Caroline! Istenem, miért nem hívtad a orvost? Azt mondta, nincs rá szüksége, mert tudja, mi baja. Oliver, mondanom kell valamit. Azzal most ráérünk. Azt akarod mondani, hogy gyereket vársz? Azt már tudom. És abszolút nem érdekel, csak az a fontos, hogy életben maradj. Johnny, nyisd ki az ajtót. Igen. Gyorsan, gyorsan. Mi van vele? Minden rendben. Egy vakbélműtét nem nagy ügy. Vakbél? Az. Ne. Vakbél? Igen. Judy, vakbél! Vakbél? Igen, gyere! Oké, de csak 5 percre. 5 perc? 5 perc, oké. Judy, hát ezt gondoltad volna? Vakuk voltunk, mint a bél. Mint a bél, ez nagyon jó. Ó, jaj. Hogy ó, jaj? Ez Diana! Judy!
Jody! Nem is haragszol rám. De. De még jobban örülök, hogy látlak. Mondd, hogy van Caroline? Sikeresen túl van a műtéten. Elnézést, de... Csak a vak bele volt. Pár nap múlva hazamehet. Nem ismerjük egymást. Oliver Carney, jó napot. Csak a vak bele volt? Igen, csak a vak bele. Angus! Hey, Jody! Szia! Tudod még? Igen, Nana! Hello, Diana. Angus, te lehetetlen alak, te. Örülök, hogy látlak. Úgy szintén. Hello, Diana. Gyere csak! Ez itt Oliver Carney, tök jó fej. Igen, tényleg? Ez a legmagasabb kitüntetés az öcsém szájából. Beszélgetnünk kellene. Jó. Jó. Mindjárt jövök. Nem tűnt még fel, hogy a rendezvúink alatt többnyire ágyban fekszel? De legalább most nem próbálod meg kigombolni a blúzomat. Tessék. Ó, vigyázz! Van okom a féltékenységre? Igen. Nem, Angustól kaptam. Már ő is járt itt reggel. Mrs. Cooper üdvözletét küldi. Köszönöm. Minden esetre, ha rajta múlna, hátráltatná a gyógyulásodat, hogy Jody tovább tarthassa magánál. Jody elbűvölte, ugye? Jó nagy ijegységet okoztál nekünk. Miért nem mondtál semmit? Annyira féltem, hogy terhes vagyok. És automatikusan az összes tünetet a vélterhesség számlájára írtam. De azért nagyon köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Ez így kevés. Miért? Van egy ősi indián szokás. Ha valaki megmenti egy ember életét, örökre vele kell maradnia, és vigyázni rá egy életen át. De tulajdonképpen fordítva kellene. Annak, akinek az életét megmentették, hálából vigyáznia kéne a másikra. Mivel nem vagyunk indiánok, úgy értelmezzük, ahogy akarjuk. Ez az. Egyszerűen kölcsönösen vigyázhatunk egymásra. Valóban akarod. Igen. És te? Igen. És most tulajdonképpen meg kéne egymást csókolnunk, nem? Igen. Tulajdonképpen. Köszönöm rád, Jody. Csak egy kicsit szomorú vagyok. Azért elvártam volna valamivel több bizalmat. Miért nem mondtad, hogy gyűlölöd az internátust? Mert nem kérdezted meg. Beszéltél már Angusszal? Afroson kapott állásajánlatot egy jachtklubtól. Újból visszamegy. És? Vele akarsz menni? Itt maradok. Na,
Ez az ajánlatom. Jutányos ár, nem gondolod? De bizony az, fiam. De bizony az. Bár Rózi hírre jelzálok kölcsönt kell felvennem, de azt hiszem Carney Hall megéri nekem. Akkor megállapodtunk. És a házat a tónál megtartom. Azt úgysem használnám semmire. Akkor a szerződés aláírásához semmi nem áll az utunkban. Így. Ez az enyém. Hagyjad. Most te. Ja, mielőtt elfelejtem. Bár a végleges elemzések ugyan kimutatták, hogy Carney Hall földje kitűnő, olajat azonban nem fogsz találni. Igyekezzen, adja ide. Köszönöm. Köszönöm. Szia, hercegnő. Elrontották a szép játékodat? Ez egyáltalán nem olyan vicces. Én csak tréfáltam. Magadnál vagy! Hová rohansz? Sietek! De csak holnap reggel indulunk. Tessék? Igen. Most elmegyünk Londonba, és holnap reggel Afroszra repülünk. És ott élünk majd egy vitorlás hajón boldogan, vidáman. Mit akarsz még többet? Tényleg őrült vagy. Igen, de te is, ezért most velem jössz. És azt teszed, amit mondok. Csak szeretnéd. Szállj be. Tudod, hogy ezt még nem mondtam egy nőnek sem. Szeretlek. Megfelel így? Vagy térdeljek le? Szeretlek. Szeretlek, te őrült. És most befogod a szádat, és beszállsz. Így. Hoppá. Igazad van, Görögország az valami. Éljen az új élet. Na, nem megmondtam? Egy napon itt fogsz ülni. És a feleségemmel a naplementét élvezem. Igen, tudom. Szeretlek. Én is téged.